ez a női modell, neki ilyen szélesebb, ugye poros. Nagyon-nagyon poros, nem volt letakarítva a verseny. Úgyhogy a karimája az műanyag, az könnyű leporolni. Hopp, itt van még egy. Na. Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Mai nap megint egy teszt videóval fogok jelentkezni, mégpedig a Cash kobakot fogjuk tesztelni. Nagyon sokan írtatok nekem azzal kapcsolatban, hogy milyen kobakot ajánlok. Nekem van többféle kobakom, ezért nagyon sokan kérdeztétek ezt tőlem, de mindig gondba voltam a válasszal, mert minden kobaknak vannak előnyei és vannak hátrányai, ezért arra gondoltam, hogy csinálok egy sorozatot, ahol minden részben bemutatok egy-egy adott márkát. A Cash márkáról fogok nektek beszélni, ami egy viszonylag fiatal márka a lovasportok területén. Korábban biciklis sisakokat és motoros bukós sisakokat gyártottak, és néhány évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy a lovas piacra is szeretnének betörni, ami elég jól sikerült, egyre több ilyen kobakot látni mind Magyarországon, mind pedig külföldön. Ez a siker két dolognak volt köszönhető. Az egyik, hogy felkértek egy díjnyertes formatervezőt, hogy álmodja meg a kobakjukat, álmodja meg a dizájnt, és nagyon-nagyon jól sikerült, és szerintem nagyon szépek is, és a legtöbb embernek jól állnak. Én még nem nagyon láttam olyan embert, akinek ne állt volna jól valamelyik modelljük. A másik dolog pedig, hogy elég jó lovasokat sikerült felsorakoztatni a márka mögé, hogy az ember bekapcsol egy tévés közvetítést, gyakorlatilag a lovasok 50%-ának ilyen kobakja van, úgyhogy a szponzoráltjaik nagyon ismert lovasok, és ez is nagyon sokat dobott a márka megítélésén. Magyarországon, ha jól tudom, két helyen lehet kapni. Az egyik Szegeden az Oxer lovasbolt, a másik pedig Győrben az Equishop lovasbolt. Minden kobak egy ilyen zsákban érkezik. Ezt azért szeretném kiemelni, mert nem minden gyártó ad ilyen klassz zsákot a kobakhoz. Ez nagyon praktikus, könnyű megfogni, és jó vastagon bélelt, úgyhogy én nem féltem a kobakomat ebben. Nyugodtan bevágom a kocsi csomagtartójába, nem félek attól, hogy esetleg megkarcolódna. Maga a kobak így néz ki. Ez most egy kölcsönkobak, ez a Vinceiminek a kobakja, mert szerettem volna nektek megmutatni az unisex modellt is. Ez a sima unisex modell, nekem pedig egy női modell lesz, azt majd később fogom megmutatni. Három alapszín közül lehet választani, van fekete, van barna és van ez a kék szín. Amit lehet variálni, az itt ez a fém rész, illetve ennek a rácsnak a színe és a fazonja. Nekem ugye olyan van, amint Swarovski kövek vannak. Hogy három alapszín közül lehet választani, és különböző variációk vannak a rácsra, és erre a fémre. A kobaknak az anyaga úgy néz ki, mintha műanyag lenne, de nem az. Ilyen textiles borítása van, aminek van előnye is, meg hátránya is. Az egyik, hogy nem karcolódik. Ugye a textiles borítást sokkal nehezebb megkarcolni, nem úgy, mint a műanyagot, viszont a hátránya ennek, hogy sokkal nehezebb takarítani, és a piszok sokkal jobban meglátszódik rajta. Elég sok olyan kobakot láttam már, aminél itt oldalt látszódnak az új lenyomatok, hogy egy piszkos kézzel hozzon az ember, hogy fölrakja a fejére, és sok olyan kobakot láttam, ami maszatos az oldalánál. Biztos ezen is van maszat. Talán itt van egy kicsi, az enyém ennél piszkosabb. Nem tudom, hogy látszik-e. Vannak ilyen kis apró maszatok rajta. Imi nagyon jól tisztán tartja az övét, majd az enyémben megmutatom, hogy mennyire látszik. Amit én nagyon szeretek ebben a kobakban, az a hátsó kialakítása, hogy ilyen rugós kis dolog van itt a hátuljánál, ami a tarkónál fogja meg a kobakot. Nekem nagyon sok problémám van azzal, hogy megfelelően illeszkedő kobakot találjak, mert ilyen extra hosszú, ellipszis alakú fejem van, nagyon-nagyon hosszúkás fölülről nézve a fejem, és sokszor elől-hátul nyomja a kobak, oldalt viszont van rés, és így könnyen lötyög a fejemen, viszont ez a megoldás nagyon-nagyon jó. Nem kell szűk kobakot vennem, ami nyomja elől-hátul a fejemet, hanem egy picit bővebb kobakot tudtam venni, és ez a kis cucc hátra rázáródik a tarkomra, és nagyon jól megfogja. De nincs olyan problémám, mint például a szemsírnél, ugye a szemembe csúszik. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, és nagyon kényelmes is, mivel rugózik, nem olyan, mint mondjuk a kaszkónak az ilyen kis tekerentyűje, egy betekered, és akkor fixen fogja, hanem rugózik, így ha mozgatod a fejedet, akkor egyáltalán nem lesz zavaró. Nekem messze ez a legkényelmesebb kobak. És természetesen kivehetősebb élése. Most nem tudom megmutatni, hogy kell kivenni, mert viszonylag nehéz. Én nem jöttem még rá, de ki lehet venni, ki lehet mosni, illetve olyan előnye van még a kivehetőbb élésnek, hogy ha el akarod adni a kobakot, akkor plusz 1-2 számot lehet, illetve mínuszba is változtatni
a béléssel. Ha valaki olyannak akarod eladni, akinek nem pont ugyanakkor a feje, akkor egy új béléssel kompatibilissé lehet tenni. Fölveszem, megmutatom nektek, hogy néz ki egyébként. És egy picit nagy a fejemre, mert így néz ki az unisex modell, aminek ilyen keskeny a karimája, és akkor fölül ennek ilyen rácsos. Megmutatom az enyémet is, nekem ilyen női modell van, ugyanolyan kék az alapja, ez a fém cucc más színű, az kicsit sötétebb, mint az imién, és nekem Swarovski kövekkel van borítva a teteje, illetve nekem ez a széles karimás női modell van, megmutatom fölvéve. Ilyen fölvéve, így néz ki. Ilyen széles karimája van, szerintem ez nagyon jól áll a nőknek. Sokan mondják, hogy szerintük nekik nem állna jól, de szerintem nagyjából mindenkinek jól áll. Amit nem annyira szeretek, hogy ez a rész elég merev, ez a bőr, és sokszor így belevág, hiába van lezárva, belevág a torkomba, meg puhulnia kéne, mert nem hordom napi szinten. Megmutatom még rajta a maszatot is, na például itt van egy, látszik a videóban, itt van egy nagyobb maszat, és ezt nem is lehet úgy leszedni, úgyhogy nem olyan egyszerű letakarítani, majd egyszer több időt szánok rá és lepucolom. Amit még el kell mondanom erről a kobakról, hogy Szilvásváradon leestem benne. Nagyon nagy testem, nagyon szerencsétlen esés volt, és pont a fejemre sikerült, és szétnyílt a kobak. Lett egy rés itt a ház és a fém között, nem tudom mennyire látszik, a körmöm hegyét bele tudom rakni, itt nincs ezen az oldalon, itt viszont van. Agyarázkódás nélkül saját lábamon távoztam gyakorlatilag a pályáról. Hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy a kobak megvédte a fejemet. Ez lett az ára, hogy lett az a kicsi rés benne. Nem tudom, hogy más kobaknál mi történt volna, sajnos azt már sose tudjuk meg. De lehet mérlegelni, hogy ez egy gyenge pontja lehet a kobaknak, hogy ott az érintkezésnél esetleg szét tud nyílni. De lehet ezt mérlegelni, hogy ennek ellenére hajlandó az ember beruházni egy ilyen drága kobakra, mert gyakorlatilag az egyik legdrágább az összes jelenleg kapható közül. Nem tudom, szabad-e ilyet csinálnia. Mindenesetre megvédte a fejemet, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Én hálás vagyok azért, hogy ez a kobak volt rajtam, és hogy ilyen szerencsésen megúsztam a dolgot. Hogy én nem bántam meg, hogy megvettem. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kobakot. Gyönyörű, szép, nagyon-nagyon kényelmes. Nekem ez a kedvencem. Úgyhogy én ennek ellenére ajánlom, de ezen gondolkodni kell. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. A következő részben a szemsílt kobakokról fogok nektek beszélni. Ha érdekel benneteket, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nehogy lemaradjatok róla. Sziasztok!